Sziasztok és üdvözöllek benneteket újra a csatornán! Egy friss, tavaszi, ragyogó, olyan egészséges hatású tavaszi sminkre gondoltam, hogy azt készítsük el együtt a mai videóban. Láttam valakin talán, igen, azt hiszem egy YouTube videóban láttam egy lányon, és nem emlékszem már a nevére, de nem, tehát nem magyar lány volt, hanem egy külföldi youtuber, és valahogy rátaláltam erre a videóra, és annyira megtetszett a sminkje, hogy valami hasonlót szeretnék én is rekreálni nektek, és szerintem tényleg nagyon-nagyon jó kis tavaszi, üde, olyan ragyogó, egészséges, olyan, értitek, nagyon-nagyon szép. Szerintem. Természetes hatású, mondjuk úgy. Úgyhogy ez lesz a mai videóban, remélem, hogy tetszeni fog. Tudjátok, hogy mennyire imádok sminkelni, és még dumálni is mellé, úgyhogy igen, kezdjünk is neki. Ma ezt az alapozót fogjuk használni, a Makeup Forever Ultra HD alapozót. Biztos, hogy hallottatok már engem erről beszélni, mert már többször elmondtam, hogy mennyire szeretem, most végre újra rendeltem. Romániában képzeljétek el, van Sephora, és van webshopjuk is, úgyhogy igen. Ahhoz képest, hogy mennyire szeretem a sminkeket, képzeljétek el, most vásároltam másodjára csak a Sephorától, és legelőször sem vettem nem tudom mennyi dolgot, talán egy valamit. Szóval végre megvásároltam, az én árnyalatom 125-ös, és hát ez így néz ki, ez egy foundation stick, ugye, és nagyon-nagyon szeretem tényleg az állagát, a fedését, a hatást, amit ad, amit nyújt, úgyhogy ezt fogjuk ma használni. Picit talán világos, de tényleg egy lehelletnyit világosabb, mint mondjuk kellene. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a NYX Born to Glow Liquid Illuminator-t is belekevernénk valahogyan az alapunkba. Pár kis ilyen pettyecskét felviszek az arcomra. Picit látjátok, van egy olyan bronzos színe talán minimálisan. Hú, azt hiszem hív a futár, elnézést. Aloda. Szóval ad nekünk egy kicsit bronzos hatást, ami jó, mert egyébként ugye, mint azt említettem, talán egy lehelletnyivel világosabb az alapozó, mint kellene. Úgyhogy a következő lépésben pedig felviszem csak így egyszerűen az alapozót az arcomra. Csodásan nézünk most ki. És akkor Beauty Blenderrel fogom ezt eldolgozni. Azt vettem észre, hogy ez az alapozó Beauty Blenderrel nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy én ezzel szeretem ezt használni. Rendben, nagyjából készen vagyunk szerintem az alappal. A következő lépés, mint mindig, a korrektor lesz, és ezt használom, amit a Smink Sulis videóban is bemutattam nektek az Zoevától. Szoktam néha mixelni ezzel a Love Confidential Concealer palettával, ami pedig így néz ki, mind a kettőt szeretem. És ehhez pedig ezt a kis ecsetet szoktam használni, ezzel nagyon-nagyon jól működik, Sigma Precision Angled P84, és általában ezt a két árnyalatot szoktam összekeverni. Következő lépés pedig a concealernek, a korrektornak a fixálása. Ezt a NYX púdert használom, biztos már láttátok sokszor. Szeretem, de keresésben vagyok egyébként. Szeretnék valami jó kis világos púdert a szemem alatti részre, ami ugye szépen fed, mégsem ül ki a bőrre. Tudjátok, hogy milyen az is. És nem tudom, hogy miért vegyek, de akarok valamiért. De egyelőre ezt használjuk, ez is elég világos, sőt, ijesztően világos talán most egy első pillantásra, de higgyétek el, hogy jó lesz majd az összhatás. Amit még mindig
meg szoktam csinálni az az, hogy teszek egy kis púdert az orromra, mert valamiért úgy érzem, hogy oda szükséges felvinem egy keveset, és ehhez pedig a contour kitet használom Anastasia Beverly Hills-től. Ez így néz ki, nagyon szeretem a színeket. Nem mondom, hogy el vagyok tőle hú de ájulva, de persze, hogy jók, de nem tudom, talán kicsit többet vártam ettől a contour kittől, így ezt be kell vallanom. Talán nem elég világosak a világos púderek, inkább ez a problémám vele. De az orromra jó, és ehhez pedig az első kettőt fogom összemixelni. Tehát a szemsmink az nagyon-nagyon egyszerű lesz, el sem hiszitek mennyire egyszerű. Első lépésben ezt a The Body Shop Down to Earth palettát fogom használni, amely egy kis custom made paletta, ami azt jelenti, hogy én választhattam bele a kis színeket, amiket szeretnék, úristen, letört a körmöm. Tehát így néz ki a kis palettám, ezt én választottam, és a legvilágosabb színt fogom felvinni az egész felületre. Következő pedig, és egyben az utolsó szemhéjpúder, amit használni fogunk ma, az ez a NYX-es szemhéjpúder, ez egy nagyon-nagyon erőteljes narancssárga, és hát nagyon-nagyon finoman kell vele bánnunk, mert abszolút tényleg nagyon-nagyon pigmentált, és nekem csak egy lehelletnyi narancssárga kell a mélyítő vonalba. Nem tudom, de ez így most nekem nagyon tetszik, és úgy érzem, hogy egy nagyon szép ütehatást tud majd biztosítani, és nagyon-nagyon szép a narancssárga egyébként, bármilyen narancssárgás, barnás árnyalat nagyon jól mutat, a kék szemen, a barna szemen, bármilyen színű szemen ez jól fog mutatni, higgyétek el. Ehhez pedig ezt az ecsetet fogom használni, Sigma Tapered Blending E35, talán ezt használom a leges-leggyakrabban a szememre. Szóval épp, hogy hozzáérintem, mert tényleg nagyon keveset szeretnénk ebből a színből, és ezt a mélyítő vonalban fogom eldolgozni. Az a harci helyzet, hogy nagyon szép ez a narancssárgás szín, de én az agyamban egy picit olyan sárgásabb árnyalatot képzeltem el, és valahogy így azt akarom megvalósítani, úgyhogy mégsem az utolsó szemhéjpúder, amit használni fogunk ma, mert találtam ezt a másikat a NYX-től, ami egy sárga szemhéjpúder, és úgy gondolom, hogy ha a kettőt össze fogjuk keverni, akkor az a szín fog kijönni, amit én elképzeltem, és amit szeretnék ma. Úgyhogy ebből is felviszünk egy keveset, úgy de kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény, erre rá. Addig semmi nem látszik. Nem változik, azt hiszem. De változik, nem annyira pirosas, nem annyira meleg tónusú, látjátok? Hanem már kifejezetten olyan sárgás narancssárga, amit én akartam. Jó lesz, jó felé haladunk. Ilyet képzeltem el. Az alsó szemhéjamra nem sok mindent szeretnék felvinni, viszont a vízvonalra kerülni fog egy kis bézses árnyalat, csak azért, hogy még üdébbnek tűnjön ez a look, úgyhogy a Sigmának fogom használni ezt a nem is tudom már mi a neve, polished, igen, szemceruzáját, és ez úgy ki fogja nyitni a szemeket. Jó, rendben van, és akkor jöhet a szempilla spirál már is. Az Essence-nek a The False Lashes szempilla spirálját fogom használni, mert nagy kedvencem, már mindenhol elmondtam, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szeretem. Megerőltetés nélkül csodálatos szempillákat tud varázsolni, úgyhogy ez már a második, és fogok venni egy harmadikat is, biztos vagyok benne. És következzék a bronzosítás, illetve a blush. Először is bronzosítani fogunk, és a contour kitből fogom használni ezt a két árnyalatot itt. Nagyon szeretem ezt, mert nagyon semleges színű egyébként. Kifejezetten jó nagyon világos bőrű lányoknak. Ezt csak úgy megemlítem. És a kettőt fogom összekombinálni szerintem, és
egy nem túl durva bronzt fogunk felvinni az arcra. Csak úgy egy kis lehelletnyit. Új, de elég sok került viszont, ez nem egy lehelletnyi, na mindegy, eldolgozzuk. Következik persze a blush, amihez a NYX Bright Idea Illuminating Stick-et fogom használni. Ilyen csodálatosan szép ez a termék, és ez egy krém blush. Persze, amit igen, ujjaimmal fogok felvinni, ez a legbiztonságosabb módszer. Szép természetes hatást fog biztosítani, van benne egy kis ragyogás, ugye, hiszen illuminating stick, értek. Jöhet szerintem egy kis highlighting, és a NYX-nek a Strobe of Genius Illuminating palettáját fogom használni, ami így néz ki, sokszor ajánlottam már nektek ezt a terméket, mert tényleg, tényleg jó. És hát én úgy ezt a három színt szoktam összemixelni, most szerintem így ez a kettő lesz. Mintha kukásautót hallanám, és lehet ki kellene vinnem a kukát. Hát kett van, és szerdán szoktak jönni. Nem ők azok szerintem, szerdán jönnek. Következő lépés, és egyben az utolsó lépésünk, utolsó előtti, az ajkak, és ehhez a Kiko Makeup Milano. Kiko, csak úgy egyszerűen. Instant Volume Lip Gloss-t fogom használni. Így néz ki. És ez szerintem... nem hogy különlegessége, de valamilyen szinten különlegessége ennek a sminknek, mert ritkán használok szájfényt, és ritkán használok csak úgy sima átlátszó szájfényt, úgyhogy igen, és tetszik mondjuk, tetszik, abszolút tetszik, csak ritkán szoktam. Szóval ezt most felviszem is, és végeztünk nagyjából. A legeslegutolsó lépés pedig egy kis fixáló spray, ez pedig a NYX Dewy Finish, természetesen a Dewy Finish-t választottam, és akkor ez még rámegy az arcomra, jaj! A szokásos kis hülye mozdulat. És igen, szerintem készen is vagyunk a sminkkel. Nekem nagyon tetszik, szerintem egyszerű, de mégis szépen mutat, nőies, friss, de egészséges, minden, amit elmondtam az elején. Remélem, hogy nektek is tetszik, és írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok róla. Tudjátok, ez olyan egyszerű, de nagyszerű, legalábbis szerintem. Remélem tetszett nektek, legyen egy nagyon szép napotok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a smink videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!